Az idei nagy meleggel kitolódott az allergiás időszak. Augusztus végén szokott tetőzni a parlagfű koncentrációja a levegőben, de jelenleg is magas értékben mérhető. Magyarország lakosságának körülbelül 20-25%-át érinti a parlagfű allergia. Tulajdonképpen az allergia, mint olyan önmagában, úgy alakul ki, hogy a szervezetünk idegenként ismer fel bizonyos anyagokat, úgynevezett antigéneket, idegen anyagokat felismeri, és ez ellen próbál védekezni. A parlagfű virágpora egy ilyen képződmény, amit idegen antigénként kezel a szervezetünk, és próbál ellene védekezni. A parlagfű virágpora egy kicsit ilyen úgy lehetne elképzelni, mint amikor a vadgesztenye még a burkában van, hogy nagyon sok-sok kis nyúlványa van, és könnyen meg tud tapadni a utainkon. Lekerül egészen az alsó részébe, a tüdőbe, a kis hólyagocskákba. A parlagfű okozta allergia esetében elsősorban légúti tünetek jelennek meg, amelyek a megfázásra hasonlító szénanáthaként jelentkeznek. Ez vizes orrfolyással, szemviszketéssel és szemfáradtsággal járhat, súlyos állapot esetén kötőhártyagyulladás is kialakulhat. Az allergiás időszakban a tüneteket kézben lehet tartani, ha időben felkészülnek rá a megfelelő gyógyszerekkel. Kérhetjük allergológus segítségét, és megtehetjük, hogy minél kevesebbszer érintkezünk az allergizáló anyagokkal. Árulta el Gánél Maráci Gabriella. Amikor ugye a parlagfű pollenjének a szóródásának ideje van, javasoljuk, hogy lehetőleg minél kevesebbet tartózkodjanak a szabadban azok, akik erre érzékenyek. Lehetőleg ne ilyenkor akarjanak futni, tehát olyan fizikai megterhelést, ami a fokozott légzéssel jár, azt kerüljük, mert hiszen akkor annál több kerül a szervezetünkbe. Lehetőség szerint kora hajnalban vagy késő esti órákban sétáljanak, hiszen a harmattal a levegő páratartalmának a alakulásával le tudnak ülepedni ezek a virágporok, nincsenek a levegőben. A következő időszakban a parlagfű mellett alacsonyabb koncentrációban, de jelen lesznek a levegőben a pázsitfű és libatovfélék, valamint a poréjok is. Valamivel magasabb koncentrációban pedig a csalánfélék pollenére kell számítani, ameddig tart a melegebb időjárás.